Ukrajnában várhatóan még nyár végéig tarthat a hőség, de ez nem okoz nagy veszélyt az energiarendszer számára, jelentette be Svitlana Hrinchuk, energiaügyi miniszterhelyettes augusztus 6-án egy televíziós műsorban. A rendszer nagyon érzékeny minden tényezőre. Ami az időjárást és az energiarendszer reakcióját illeti, a helyzet különböző lehet. A mai napra sikerült valamennyi kapacitást visszaállítani és üzembe helyezni, de meglátjuk, hogy miként alakul a fogyasztás, mondta Hrinchuk. Elmondása szerint bár visszatér a hőség, a helyzet már nem lesz olyan szörnyű, mint két héttel ezelőtt volt. A miniszter helyettes arra zólította fel a lakosságot, hogy továbbra is takarékoskodjanak a villamos energiával, különösen csúcsidőben.